Virágos terasz szeretne kialakítani ennek a vásárlónak a lánya otthon. Tele is lett a kosár vidám színű virágokkal. Nem véletlenül választották ezeket a növényeket. Elsősorban a színei miatt, meg az ismerős kertészünk ajánlotta, mint kezdő virágosnak. Kovács Lajos őstermelő 12 éve jár piacokra, vásárokba, kiállításokra növényeivel. Erre a dísznövény kiállításra és vásárra is szívesen jött. Az árakat nem emelte idén. Nagyrészt szukkulensek vannak, de azért vannak trópusi növények is, és egyéb fajta növények is. Itt vannak aknisztusz, meg egyéb, ami szintén nagyon szép virágos növény, ami egész évben virágzik. És ez is az összes szukkulens mindig virágzik, minden évben. Viszegetik, tehát úgy vannak általában vele, hogy egyfajta van, akkor sokfélét választanak még hozzá, mert általában ez a bővítésnek a lényege, hogy mindig újabbakat és újabbakat látnak, és az jobban tetszik. Baranya különböző településeiről és az ország távolabbi vidékeiről is érkeztek kertészek, mint például Budapestről, Komáromból, a dunántúli régióból is. 34 kiállító árus, valamint a botanikus kert is biztosítja a növényeket a látogatók számára. A pandémiás időszak és a kimaradt évek nem tettek jót a mindig gazdag színpompás kiállításnak. Elég rövid idő állt rendelkezésre a szervezésre, itt a pandémiás helyzet miatt. A meghívottak közül sajnálatos módon sokaknak vissza kellett mondania ez miatt is, mivel nem tudtak előkészülni olyan mennyiségű növényanyaggal, vagy egyáltalán nem tudtak hozni semmit se, mivel hogy ők is úgy készültek, hogy bizonytalan ez az egész, hogy meg lesz-e tartva, és hogy tudnak-e egyáltalán valamit hozni. Úgyhogy most egy két év kihagyás után én azt gondolom, hogy ilyen kicsit szűkebben, családias környezetben is, de nagyon jó, hogy megtörténik ez az esemény. És bízunk benne, hogy a jövő évben pedig már teljes 100%-on tudjunk ezt üzemeltetni. Hát a botanikus kert az 6,75 hektár a teljes terület. Nyilván a korábbi alkalmak során is egy kicsit nagyobb helyen foglalt ez az esemény helyet. Mi most úgy gondoltuk, hogy mivel ilyen kicsit kevesebben vagyunk, ezért egy helyen fönn a Fenyvesnek nevezett részén a kertnek próbáljuk meg egybegyűjteni az árusokat és a kiállítókat, és akkor az üvegházak között így szabadon tudnak, vagy könnyebben tudnak a látogatók is közlekedni. 50%-kal kevesebben állítottak ki idén, azonban így is volt szép kínálat és sok érdeklődő vásárló a 14. dísznövény kiállítás és vásáron a PTE botanikus kertjében.